fér, amit átfog, amit összép húzhat. Akint ismeri a kő, amit eldobsz, pedig épp megfogtan. A perc, ez a szörnyű hóhér, elítél, ha csak rád gondolnék. Hova szökjek a boldog évek után? Ó, merre jársz? Nekem ellenség minden emlékkép. Oda hívsz, hova nem mehetek, de ikor hozzám ér, én majd úgy tennék, hogy a kéz, ami ringat tét, nézd. Csak egy észrevétel, hogy nekem olyan, hogy nagyon egy szinten van a verze dinamikában, és ahhoz képest nagyon nagyot lép a refrénre. Remek kompresszoraim vannak. Nem tudja máshogy megoldani, mert... Értem. A perctől hangosodjak egy picit dinamikában? Hát, nem is hangosodni, szerintem de... Szerintem Isten őriz. Tehát én ott egy picit úgy, már abba egy picit már raknék valamit. Uh-huh. Én azért... Már van is. De pont az vele a baj. Pont attól lesz affektálós. Pont azokat fogom most az affektált kicserélni. Az, hogy ő neki a magas hangra muszáj hangosabbnak lenni, az tök természetes. De hogyha elkezdjük építgetni, meg elveszíti a szépségét. Nem tudom. Ó, túl nagy az erő, mi hozzánk rendet, majd elvet. Ó, új dalról álmodtál, de félbe marad. De nekem ez. Utána ez van. Csak az volt a kérdés, hogy... Hallgassuk meg, szerintem ez rettenetes rossz így. Szerintem kurva jó. Szerintem nekem ez nagyon rossz. Nekem ez kurvára tetszik. Na, elénekelem a kettő között. Hallgassuk meg a másikat. Nekem ellenség minden emlékét. Oda hívsz, hova nem mehetek, mikor mi hozzám rendelt, majd elvett. Ez az Amerika sajnos. Új dalról álmodtál, de félbe maradt. Jó, a vége már nem jó. Igen. Na jó, megnézzük a kettő között. Nézzük meg a kettő között, de... Ne a kordibáljál, mert azt mondja, hogy az a jó. Én továbbra is azt mondom, ott ütközik, tehát ott... Tehát megy ez a ízért, tehát amikor konkrétan bealszik a csáv oldalra. Ne. És annál a résznél meg felébe. Szomorú, ha ilyen szövegre bealszik. Nem, azért mondom, hogy tehát ott lép ki. Na nézzük. Ó, túl nagy az erő, mi hozzám rendelt, majd elvett. Ó, új dalról álmodtál, de félbe maradt, ennyit hagyd el rám. Olyan hangtalanul követ a fény, mikor hozzám ér, én majd úgy tennék, mi fáj egy semmiség nekem el. Minden emlékkép. Látlak téged, kicsit hozzám érsz, kicsit úgy tennék. Szóval akkor ne csináljam, mert nekem egyébként a vége ilyen, mert így kell énekelnem. Mert magas.
de hogyha a szavakat nem ilyen így énekelnék, akkor már jobb lenne, viszont erőben megmaradna, mert már vége a dalnak. Tehát hangerőben ugyanaz. Nekem ebben csak az nem tetszik ez a rekesztés, amit mindig mondasz. Mert most úgy énekeltem. Túl, mert próbálom parlandósan, csak a magyar nyelv az annyival az okay. Lágyabb, mint az angol. Az angolban így tök jól néz ki. Oh, you can make it on you big enough for so baby. Oh, crazy. Mert olyan bent, hátul képzed a hangokat. Oké, okay. Tiszta sor. Amit én szeretnék, én úgy gondolom, hogy úgy építkezik a dal, hogy ennél a refrénnél már egy, és akkor nem arról beszélek, hogy dinamikusabban, de már egy picivel magasabb szinten van, és utána a bridge-nél teljesedik ki, és ott az egy számomra az egy fájdalmas rész. Tehát ott így nekem is. Ott azt szeretném hallani, tehát azt a szem, ahogy elcsuklik a hangja, ami azoknál a részeknél jön ki. De a fájdalom az nem hangerő. Az oké, okay, csak viszont amit te mondasz, abban én azt érzem, hogy az nekem egy síkon mozog. Tehát ez egy amplitúdon belül mozog az egész dal. Hát onnantól kell játékban megoldani az, hogy ez fájjon is, de nem hangerőből. Az musical. Szar. Nézd. De legyen itt. Tehát... Mondom, tehát jussunk vele kompromisszumra. Ne jussunk kompromisszumra, mert két végletről beszélgetünk. Figyelj, hangerő úgy is lesz, mert mondom, itt már magasak a hangok a végén, végig. Én a végén az utolsó érkező hangot is soknak érzem. Nekem az is sok. Tehát ez nekem kajaválás. Most mindegy, hogy tiszta és szépen van megformálva, hanem a fájdalom az nem hangerő. Dinamikával egyetértek, a torzítással, hogy túl nagy erő itt, az már nekem is sok, de szépen megoldva. Igen, de nekem a demo pont azt tetszett. Úgy, de angolban jól hangzik. Oké, okay, most az tök mindegy, de ott is ott volt, hogy ott jött meg a töke. Tehát ilyen tök szépen el van énekelve, ez egy tök bájos dal, ami tulajdonképpen fájdalmas dal. Nagyon sokszor azt érzem benne, hogy tehát ez a mosolygósan, simogatósan van énekelve, ami nem baj. Tehát lehet jó koncepció, csak a fájdalmat szeretném benne legalább egy részbe érezni. De az nem hangerő. Ne legyen hangerő. Csak hogy tudjuk, hogy hol lakik a jó Isten. Innentől kezdve beszélgetünk a fájdalomról. Jó, hát most oké, okay, de... Ez hallgassátok meg, és aztán beszélgetünk. Nem jó, de ez egy teljesen más dolog. Nem teljesen más dolog. Love is where you are. Na jó, megnézzük egy kicsit más aspektusból. Most a dalt. Most nem kérek instrukciót, aztán majd felvesszük. Nem szeretnénk. Azt hittem, jön még valaki. Túl nagy az erő, mi hozzám rendet, majd elvett. Új dalról álmodtál, de félbe maradt, ennyit hagyd el rám. Ahogy álltál, láttam, hogy ez fájt neked. Hogy értve? Hogy értve, hogy fájt neked? Hát mi azt mondtad, hogy fájjon. Ja, úgy. Ez volt a fájt nekem beállás. Hallgassuk meg. Nem? Fázom, hagyjunk. Vedd. Neki szerintem jobban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Micsoda. 1, 2. Nincs az annyi. Ugye megvan már, van a szinesztézia, amit kicserélünk, majd van a dolce vita, és van a...
Hangok szárnyán. Hangok szárnyán. Számoltam, nyárvont is számoltam. Igen, mi van még? A celebes dal. Az, szervusztok celebek dal. Ez a lassú hat. Apáim, hat már fél van véve. Fél van véve. Nagyon büszkék vagytok magatokra. Hát nem annyira, de na, fel van véve. De miért van felvéve? Hat, azért mert ma végre befejeztük a hatodikat is. A legszebbet. Mindig egy az egy 3-2 tájt. Igen, és ez szerintem az arcunkra van írva, hogy hány óra, de nagyon elégedettek vagyunk. Te is? Én is, tele van érzelmekkel ez az új dal. Ami Szabu szerint nem eléggé agresszív. Szerintem... Nem agresszív, nem, én azt szerettem volna, hogy fogalmaztunk ordítóan sírós, te meg ordítóan fájós. Valás meg azt mondta, hogy nem, halkan fájós. Igen. Én meg úgy éreztem, hogy a halkan fájós jobban áll. Így az maradt. Hogy miért? Megkérdezhetnénk, de nem tesszük. Na mit? És mi lesz a dal címe? A dal címe pedig az lesz, hogy úgy tennék. Úgy tennék? De az nem jó, mert az majdnem olyan, mint az mint úgy az lennék. Éliás úgy Junior. Lennék. Úgy ugye, hogy nekem is igen, ez esetben. Ó, Éliás Junior címe legyen. Tehát most az a munkacím, hogy úgy tennék, de az nem de lesz. Az is lehetne, hogy látlak még. I see you. És akkor az Avatar következő részében is felhasználhatnánk. I see you. Ezek jó ötletek. Úristen. De hát majd az egész dalt meghallgathatjátok egész lemezen. És most... Az egész lemezem. 3-4-2 elmúlt, úgyhogy sziasztok. Ciao. Te már mész? Gyere. Gyere már. Olyan így nem lehet végeket ott csinálni, ha bent. Szia. Olyan jól leültem. Ja, és ne felejtsétek el megírni a véleményeteket arról, hogy melyik a jobb. Ordítva fájós, vagy finoman halkan fájjon az a dal. A dalon belül. Meg egyébként a véleményeteket is elmondhatjátok a dalról. Ciao!